Megszokott helyszínen a Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola dísztermében gyülekeztek a sorstársak, meghívott vendégek a Fehérbot Nemzetközi Napjának ünnepén, ami egyben a Fehérbot Alapítvány jubileumi ünnepsége is volt, hiszen éppen 25 éve, hogy a néhai dr. Szabó Miklós és társai létrehozták a sorstársakat segítő alapítványt Hajdúdorog és Hajdunánási hatókörrel. Az ünnepség résztvevőit Horváth Zoltán, Hajdúdorog polgármestere köszöntötte, aki elismerő szavakkal méltatta az alapítókat és az azóta is példaértékűen működő civil szervezetet. Egy olyan fontos társadalmi szerepvállalást tettek azáltal, hogy megalapították a Fehérbot Alapítványt, amely azt gondolom, hogy hiánypótló volt településünkön és a térségben egyaránt. Ezt alátámasztja az is, hogy a térség településein, így Hajdunánáson, Nyíregyházán, Debrecenben, Hajdúhatházon, és még sorolhatnám hol, mindenütt jelen van ez az egyesület. Én azt gondolom, hogy mind a hajdudorogiak, mind a többi település hálával és köszönettel tartozunk mindazért az áldozatos munkáért és szolgálatért, melyet társadalmunkért végeznek nap mint nap. Nagyon fontos az a tevékenység, amellyel a mindennapokban segítik a vakokat és gyengénlátókat, és ahogy az évek teltek múltak, a szolgáltatások köre egyre bővült, így már a társadalomnak egy nagyon nagy rétegét fedik le közvetlenül, illetve közvetve is. A köszöntő szavak után polgármesteri elismerő okleveleket adott át Szabóné Bokis Edinának, az alapítvány kuratóriuma elnökének, és dr. Szabó Tamásnak, a Hajdú Sansz Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének. A folytatásban Szabóné Bokis Edina elnökasszony szólt a Fehérbot Alapítvány 25 évéről, amely napjainkra széles körű szolgáltatást nyújt nem csak a látássérültek, hanem más fogyatékkal élőknek is. Az alapítvány kezdetekben Hajdúdorogon és Hajdúnánáson tevékenykedett, majd két év múlva Hajdúdöszörmény csatlakozásával az Észak-Hajdúságban nyújtotta szolgáltatásait. 2000-ben egy modellkísérleti program keretében pályázott támogató szolgáltatásra, amelyet elnyert. Néhai dr. Szabó Miklós ezért úgy tekintette életében az alapítvány szolgáltatásainak bölcsőjeként az Észak-Hajdúsági támogató szolgálatot. 2005 évben indult el a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nyíregyházi székhelyel a Szabolcsi támogató szolgálat. Az alapítvány egy nagyon nagy változáson esett át az elmúlt 25 éven keresztül, amiben itt végigment, és reméljük, hogy ez a fejlődési pálya ezután se fog megakadni. Az alapító, az az öt ember, aki elhatározta, hogy igenis itt megalapítják Hajdúdorogon ezt az alapítványt, én úgy gondolom, azt a célt, amit kitűztek, azt a mai napig előttünk lebeg, és mindig ezt szeretnénk, hogy mi a fogyatékkal élő és megváltozott munkaképességű személyeknek tudjunk segítséget nyújtani. Az összes szolgáltatásunk e köré épül, és ennek a célcsoportnak segítjük a mindennapjait az otthonukban, vagy a tanulásban, vagy a munkahelyen, bárhol, ahol nekik erre szükségük van. Szertágazóak a szolgáltatásaink azért is, mert ha jönnek felénk olyan újítások, amit úgy gondoljuk, hogy igenis nyitnunk kell rá, mert ez a célcsoportunk számára jó, és nagyon sok eredményt tud nekik hozni, akkor természetesen mindig nyitottak vagyunk az új felé, és mindig így bővítjük a szolgáltatásainkat. A szolgáltatások mellett bizonyos szintű gazdálkodásba is fogtak, amely természetesen elsősorban a sérült sorstársak segítését is szolgálja nagyon praktikus módon. Elkezdtünk gondolkozni, hogy mi az, amit még esetleg tudnánk megváltozott munkaképességű személyekkel végezni, és nekik is jó lenne. Mivel itt azért egy mezővárosban élünk, ezért gondoltuk, hogy a vállalkozási tevékenységünket elindítjuk. Esőnek zöldségtermesztésben gondolkodtunk egy kollégánk javaslatára, aki maga is csilit termelt, és nálunk vannak azok a nagyon-nagyon erős csilik, amiket azóta is termelünk. Két telephelyen már jelenleg 4 fólia sátorban termelünk, különféle zöldségeket. Most már azért szélesebb a palettánk, tavasztól egészen őszig termelünk zöldségeket, a répától kezdve a káposztáig mindenfajta növényünk van. Mint ahogy a visszatekintő emlékezésben is elhangzott, a növénytermesztés mellett kisállattartással is foglalkoznak.
csirkék, tyúkok, illetve fürjek, nyuszik vannak, amit fogyatékkal élő fiataljaink gondoznak és ápolnak, illetve van mellettük olyan segítő, aki az ő munkájukat folyamatosan irányítja. És van egy másik tevékenységünk, ez pedig a méhészet. Jelenleg az alapítványnak 70 méh családja is van, mivel 70 dolgozónk volt, ezért gondoltuk a 70-es számot, úgyhogy 70 dolgozó méhecskét még magunk mellé vettünk, és így ezt az ágat próbáljuk egy kicsit bővíteni, és ezeket a munkákat is megváltozott munkaképességű személyeket képeztünk ezekre a feladatokra, és ők látják el ezeket a munkákat segítők mellett. Mindezek persze nem valósulhattak volna meg az önkormányzatokkal való jó kapcsolatok, együttműködések nélkül. Az önkormányzattal, a helyivel nagyon jó a kapcsolatunk, illetve a környező települések önkormányzataival, ugye a hajdunánási polgármesteri hivatallal, vagy a hajdúböszörményivel, akár a debreceniaket is említhetném, vagy Nyíregyházát. Igyekeztünk mindig egy partneri kapcsolatot fenntartani velük, és közösen segíteni egymás munkáját, amikor ők kérik a segítségünket, mi is nyitott ajtókkal várjuk őket, amit kérjük a segítséget, ők is mindig a segítségüket nyújtják számunkra. Az önkormányzat természetesen ebben partner, mindenkor partner. Igyekszünk segíteni az alapítvány tevékenységét. Arról tudok beszámolni, hogy van olyan önkormányzati ingatlan, amelyet kedvező áron bérel tőlünk az alapítvány, ott is a tevékenységüket folytatják, illetve hát nagyon sok olyan kapcsolódási pont van az év 365 napján, ahol tudunk segíteni egymással. Azt gondolom, hogy a szociális intézményeink és az alapítvány közötti kommunikáció, párbeszéd, az is egy előremutató dolog. A helyi segítség mellett nélkülözhetetlen az átfogó szintű kormányzati segítség, támogatás is, mondta Tiba István, országgyűlési képviselő. A polgári kormány az, amelyik teljes jogú állampolgároknak tekinti a fogyatékkal élőket, és kiemelten kezeli az ő problémájukat. Szerintem ez nagyon fontos azért, mert ha egy kormány példát mutat, akkor nagy valószínűséggel a kisebb közösségekben is ez azért egyfajta pozitív reklámnak felel meg, és ott is másképp állnak hozzá. És itt is a vezetőasszony, ahogy beszélgettünk, és találkoztam kint velük, amikor volt a főzőverseny. Látszik, hogy milyen szívvel, lélekkel csinálják ezt, amit nekik nem kötelezően, de felvállaltan, szívvel, lélekkel végeznek, és szerintem ezek a legjobb dolgok, amikor olyan vezetője van egy szervezetnek, aki nem pénzért csinálja, hanem azért csinálja, mert szívén viseli annak az embercsoportnak a problémáját, akikkel foglalkozik. Az ünnepség folytatásában elismerések átadására került sor. Az alapítvány logójával díszített dr. Szabó Miklós emlékplakettet ezúttal két munkatárs vehette át. Borsi Józsefné és Horváth Jánosné. Olá Dávidné, tiszavasvári textil szobrász, a Lelkemből lelkednek címet viselő általa készített, tapintható képet ajándékozott az alapítványnak a jubileum alkalmából. Ezt követően 25 munkatárs vehetett át emléklapot az alapítvány elnökasszonyától. Az ünnepség második felében Horányi László, Jászai Mari és Bánfi Miklós díjas színművész műsora következett, amelyet a Fekete Bojtár Sinka István művei alapján állított össze. Sajnaltájon, lengő szélben, hogy fénynyílott két nyárszemében elébe rakta 10 szál gyertyát, 6 másikat meg karikával. Közöttük anyám ott sugárzott. Kis csizmája lángot vett át. Az ősét most pásztorok fütyülték. 2-2 felállott szélről, jelezve, hogy a csúfolt ős szép feje most a halálba épül. És ahogy a holtak szemét lezárták, ezt a sirató örök búcsút a nyárfák alatt, már 5-en járták. Természetesen egy valamire való születésnap nem múlhat el szülinapi torta nélkül, amely ezúttal jó méretesre sikeredett, hogy minden vendégnek jusson belőle.
fogyatékkal élők a sérült emberek életében, de a többségi társadalom számára is alapvető emberi jog az integráció, az elfogadás, amiért bizony nem kis utat kellett és még kell is bejárni. Én úgy gondolom, hogy az integráció azért már sokkal nagyobb lábakon áll, mint régen, azért sokkal nyitottabb a társadalom, és én azt látom, hogy már a munkáltatók is fogadják a megváltozott munkaképességű személyeket, nem csak azért, mert adójóváírás kapnak vissza, hanem azért is, mert segíteni akarnak, és a másik, hogy ők is tudnak értékteremtő munkát végezni, és lehet, hogy kevesebb órában, de tudnak olyan munkát, olyan produktumot előállítani, amit az egészséges embertársaik is. És ezért így az integráció is szerintem most egy jó pályán van, és jó irányba halad. Ebben a folyamatban a nagy szerepe van és volt a mindenkori helyi vezetésnek is. Azért valamilyen szinten egy kis helyi közösségben ők kell, hogy legyenek a példa. És ha azt látja az a helyi közösség, hogy az ő vezetője, akit egyébként ő választott meg, tehát ez nagyon fontos, nem rá lett ültetve, hanem ő megválasztotta, és ha ő ezekkel a kérdésekkel őszintén szívvel lélekkel foglalkozik, mellé áll, akkor nagy valószínűség egy idő után az a közösség is mellé áll, mert hát a vezetője mellé állt, akit ő választott, és akkor úgy gondolja, hogy ez helyes. Ahhoz, hogy ez minden emberhez elérjen, nagyon fontos az az elmúlt 25 év, amit magunk mögött tudhatunk, illetve nagyon fontos a következő 25 év is, bízom benne, illetve sokszor 25 év, ami ránk vár ezen a területen. Ez a kitartó és korán sem könnyű munka dr. Szabó Miklós halála után sem szakadt meg, hangzottak fel az emlékezés szavai emléktáblája előtt, ahol felesége és fia dr. Szabó Tamás idézték fel alakját, munkásságát, az alapítvány kezdeti időszakát. Hát a kezdetben nagyobb volt a lelkesedés, mint a szakmai tudás, de én azt hiszem, hogy mindez kellett ahhoz, ezek a kezdeti gyerekesnek is nevezhető lépések, hogy létrejöjjön ez a 25 év, és most itt együtt ünnepelhessünk. Kezdetben tulajdonképpen szoros értelembe vett szociális szakmai munkát nem végeztünk. A vakok és gyengéglátók társadalmi beilleszkedését akartuk elősegíteni, tehát az integrációt mindenképpen. Ezért szerveztünk nagyon sok programot, és önkéntes segítőkkel. Körülbelül 2 évig nem volt az alapítványnak egyetlen dolgozója sem. Munkásságát, végzettségét is talán ennek köszönheti, ez a vezérfonal hajtotta, hogy ügyvédként segítsen ügyfeleim, minden jogi problémán átsegítse őket. De nem csak ügyvédként, hanem Hajdúdorogváros települési képviselőjeként, önkormányzatának 20 évig volt tagja, és segítette a hajdúdorogi lakosokat. Számára a fogyatékosok mellett mindig nagyon fontos szerepet töltött be Hajdúdorog. Hajdúdorogon született, Hajdúdorogon élt, Hajdúdorogon alapított családot, és hát 2015. december 3-án a fogyatékos személyek világnapján váratlanul Hajdúdorogon hunyt el. Az idei jubileumi ünnepség az emléktábla megkoszorúzásával zárul.